Sziasztok, Ori vagyok, és itt van egy újabb videó a Star Wars Galaxy of Heroes nevű játékhoz. Hát, mi lenne ennek a epizódnak a címe? Ilyen összefogott hírek. Nézzük akkor mindjárt az elsőt. Már reklámoztam ezt a külső shopot. Nagyon nyomja az SVGO a saját kis külső shopját, tehát azt jelenti, hogy nem csak a játékból lehet vásárolni, hanem kint egy browsertől indítva ezt a store.galaxyofheroes.starwars.ea.com nevű oldalról is lehet vásárolni. Én nem mondom, hogy vásároljatok éppen ellenkezőleg, de ide rakja az ingyenes cuccait a fejlesztő, és akkor gyakorlatilag a napiládán kívül most már a ingyenes naptárakat is ide pakolja, szóval ha aki nem regisztrált, akkor az regisztráljon. Annyit kell mindössze tudni róla, hogy össze kell kötni a belső accountot, ugye, ahogy a játék is megkívánja, ugye, és akkor a másik pedig az, hogy itt a külső shoppon és a belső shoppon nem lehet egyszer ott lenni, tehát vagy ide jelentkezünk be, vagy a játékba, mert ha másikra akarok bejelentkezni, akkor hibaüzenetet ad. Tehát én általában ugye browserbe bemegyek, kiveszem az energiát, bezárom a browsert, és akkor eltűnik a bejelentkezés, akkor tudok menni az emulátorba. Jó, következő hírek. Ugye, jön az új Conquest, és hát ez ugyanaz lesz, mint ami volt, csak ez nem egy nagyon nagy hír. De ami hír ugye, hogy megszűnik a datakról, a sárga datakról. Ugye, amikor kijön az új Conquest, akkor már általában elérhető az új datakról. Úgyhogy, hogy lehessen onnan farmolgatni a dolgokat. Tehát azt jelenti, hogy már itt spoilerezik maguknak a developereknek az oldalán, és akkor gyakorlatilag ezek a karakterek, a Droid, Smuggler, Resistance, és ami a lényeg, hogy light side-os dolgok lesznek. A lényegében fél éve nem láttunk normális light side-ot, tehát jó. Ami nekem a Resistance tetszik a legjobban, nyilván minő meglepő, de hogyha megnézzük a fő dolgokat, tehát hogy a Relic 7-es dolgok, hogy kinek kedveznek, tehát hogyha valakinek, nem tudom kijelölni, mert kép. Ez az L337, hogy hívják ez az jó embert? Na, hirtelen akartam mondani, jó van. Dash Rendar, ugye, hogy annak a csapatával ez datakronozza az ember, ugye, hát. Jaj, jóhaj, meg itt a Vandor Csubakka is, tehát hogy köszi, tehát bármelyiket, ugye az brutál lehet, nem tudom mi lesz ennek a vége. Ezeket a Resistance-ból pedig olyanokat raktak be, hogy relikezt ki, bazzek című, mert ezek általában nincsenek relik 7-en, csak relik 5-ön, jó? Na, magáról a datakronról, amire várható, tehát az alap dolgokban nincsenek halálos ítéletek. Most látjuk a Resistance, tehát most akkor az lehet ré is, ugye? Tehát akkor nem raktak ezt a datakronoknak az alapképességekhez, tehát 1, 2, 4, 5, 7, 8 szinten nincsen ez. Egyébként nincs protection, és egy kicsit ilyen fura, hogy nincsen benne ilyesmi. Minden esetre szerintem arra gondoltak, hogy ne tápoljuk túl a rét című dolgot látjuk itt, ami a harmadik szint, meg a hatodik szintet illeti. Én nem láttam halálos ítéletet, az a helyzet, ilyen és egyszerű dolgok vannak, vagy inkább kellemetlen dolgok vannak, úgy, aki ez ellen megy. amitre föl szeretném filmni a figyelmet, hogy mind a három factionnek ugyanazok a képességek jöhetnek fel, kivéve az elsőt, tehát itt ez nagyon ismerős már az előzőből, ez a droidos képesség, ugye. Mindenestre a Smugglernek is más van ott, meg a Resistance-nak is más van ott, a többi az ugyanaz. Viszont ez a Resistance képesség, ez
kicsit durva, szerintem. De mindegy. Na most van még itt egy dolog. Én nem tudom, hogy ez tényleg úgy működik-e, ahogy én ezt gondolom, de ha igen, akkor ez itt halhatatlan lehetségek lesznek, mert itt van ez a kis harmadik szinten felvehető tud, hogy Tenacity App, ugye? Ha ilyet kapok, akkor kapok 10%-os Protection Appot. Stacking. Oké, hogy csak két körig, de most összerakom itt a hetedikkel, ugye itt azt mondja, hogy ha rátettem az ellenfélre debuffot, és akkor az expired, tehát leesik róla, akkor az összes ally-hez kap 2% potency-t és 2% tenacity-t, tehát most stacking until the end of battle. Na most én nem tudom, hogy ez tenacity ape. Mert vannak olyan képességek, ami nagyon hasonlóan hangzik, de nem pont ugyanazt jelenti. De ha ez az, hát ez egy extra brutális, mert akkor tényleg ezt a kettőt összekombinálom, akkor gyakorlatilag egy debuffot okozó csapat, hát ez halhatatlan lesz, tehát egyszerűen kész véget. Na jó, mindegy, hát majd meglátjuk, hogy pontosan mi lesz. Én a 9. szintekre nem térek ki az, hogyha van valakinek olyan embere, akkor ezt nézze meg magának, most aki nem pénzzel játszik, aznak általában valószínűleg nem lesz. Relic 7-el, ezek elég különleges egységek, hogy Relic 7-essel valaki már rendelkezzen. Jó, és akkor még egy dolog van, ha már előjött a datagram, tehát a droidikkal kapott egy brutális omikront, vagy egy hete, vagy mikor. Igaz, hogy a tévébe él csak, tehát általában a tévés omikronok azok nem szoktak olyan népszerűek lenni, de ez brutális. Ráadásul, ugye, ha az előző, ugye, hogyha Darkside-os, ugye, de jó, hát a grízes csapat, amiben beleírik a droidika, az Darkside-os, tehát itt azért nem olyan jó poén gyűjtögetni neki, de az előző két havi datakron be ebbe a kékbe, vagy acélkékbe, vagy nem tudom milyen színű ez, hát ott volt egy olyan kis buta kis képesség a harmadik szinten, hogyha a Darkside-os tank először meghal, akkor föltámad. Na most, ha ezt én összekombinálom egy grízes csapattal, hát ez extra brutális. És hogy miért? Hát most megyek a grízes csapata ellen, hát mit ölök meg először? Hát nyilván nem tudom leszedni a tantot, akkor az IG-t, de hogyha véletlenül leszedem, akkor meg a B2-t. Tehát mind a kettő tank. Tehát, hogy jaj, de durva. És még hogyha véletlenül valakinek van 5-ös relikes csapata, akkor még hozzárakja itt ezt a kis képességet, itt ez a droidos képességet, valami hasonló, ugyanez vagy valami hasonló volt az előző két havi datakromba is. Hát ez egy extra brutális, tehát. Na jó, mindegy, szóval csak egy spoilerke. Jó, lényegében összefoglaltam, amit akartam, tehát jön az újra a Conquest, figyeljünk oda, az, hogy milyen nehézségi fogozat válszunk, én már nem beszélem, már kétszer elmondtam, most már nem érdekes, a lényeg az, hogy jön, figyeljünk oda, jön vele az új datakron is, tehát akinek sok datakronja van, javallott előre lebontogatni, és már elkezdeni építeni az újat, mert általában a Conquest indulása előtt már kiszokták dobni az új datakron készletet. Jó, egyébként ez február 22-én lesz ez a váltás, ugye a datakron váltás, úgyhogy legalábbis akkor színik meg a sárga, úgyhogy ez egy fontos dátum, amire oda kell figyelni. Jó, és van ez a külső shop, ugye, tehát senki se szereti, de most ezt nyomja a gyártó, ide rakja az ingyenes cuccokat, tehát sajnos attól tartok, hogy aki ingyen játszik, annak majd, hogy nem kötelező ide beregisztrálni, és naponta egyszer benézni.
Jó, ennyi volt, azt hiszem, és mindenkinek jó játékot, sziasztok!